Egy eddig soha nem látott egyedülálló formátum, ahol a komoly zene és a show műsorok világa találkozik. Úgy nézel ki, mint egy rockstar, mintha a fiatal Jimi Hendrix hegedült volna. Ahol a küldetés és a szórakoztatás kéz a kézben jár. Hat ország 40 legjobb ifjú tehetsége. Határokon átívelő közös értékek. A komoly zene jövőbeli reménységei és a klasszikus zene legnagyobb sztárjai. Igazi varázsló vagy. Ez a Virtuózok Visegrádi 4 Plus, amely 2020-ban indult világhódító útjára. Több 10 millió néző ismerhette meg Magyarország, Szlovákia, Csehország, Lengyelország, Szerbia és Horvátország legvirtuózabb fiataljai. A zsűriben világsztárok. Maxim Bengerov, hegedűművész. Egyé váltál a hangszerrel, és néha nem is voltam biztos benne, hogy hol a határ zenész és hangszer között. Gabriel Prokofjev, zeneszerző. Lenyűgöztél. Nem túlzás azt állítani, hogy már most virtuóz vagy. És Hauser, a világhírű csellista. Mozart mosolyog az égből. A tehetségkutatósó állandó szuperzsűrije pedig a többszörös Grammy-díjas operaénekes, Maestro Placido Domingo. You're really a virtuoso. A műsorvezetők, a német televíziós legenda Tomás Gottschalk. Azt hiszem, én már biztosan ott leszek a következő fordulóban. És a lengyel show műsorok koronázatlan királynője, Ida Novakovská. Te igazi vagy? Őrület. Ez a Virtuózok Visegrádi 4 Plus sikertörténete. Jó estét kívánok! 2022-ben is keressük Magyarország és a környező országok legtehetségesebb komoly zenészeit. Idén a Visegrádi négyek országai mellett Szlovénia kapott meghívást a műsorba. Már Javában zajlik a magyar válogató, mielőtt azonban ezt megmutatnánk önöknek, egy időutazásra invitáljuk a kedves nézőt. Szeretnénk ugyanis megmutatni ennek az egyedülálló nemzetközi műsornak a sikertörténetét. A Virtuózok Visegrádi 4 Plus első magyarországi nemzetközi válogatójára 2020-ban egy 9 tagú impozáns zsűri állt fel. De az Eiffel műhelyházba csupán 40-en kaptak meghívást abból a több száz ifjú zenészből, akik korábban online jelentkeztek a versenyre. Nagyon jó volt itt kezdeni, hiszen ez egy olyan hely, ami méltó arra, hogy egy nemzetközi klasszikus tehetségkutató verseny elinduljon. 8. éve fut a Virtuózok itthon Magyarországon, és 2 évvel ezelőtt úgy döntöttünk, hogy fantasztikus lenne, hogyha a Visegrádi négyek országaiban is tehetségeket keresnénk. A Visegrádi négyek virtuózai az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatása nélkül nem jött volna létre. Nagy köszönet professzor dr. Kásler miniszter úrnak és az összes munkatársának a minisztériumban, akik nagyon sokat segítenek abban, hogy ez a professzionális műsor, a Virtuózok ma már egy komoly klasszikus zenei brand a világban. Az akkori vírushelyzetre való tekintettel a fiatal tehetségek első körben az általuk beküldött videókban mutathatták meg tudásukat. A kiválasztottak ezt követően léphettek személyesen is a zsűri elé. Földre szállt angyal, tényleg. ...2021-ben újabb elképesztő zongorista, fúvós, ütős és vonós tehetségek érkeztek a Virtuózok színpadára, az immár 6 tagú zsűri elé. Mit fogsz játszani? Chopin perckeringőt. Ó, az egy nagyon nehéz darab, nem? Az nem nehéz. Fölfedeztünk egy gyöngyszemet, és ez a gyöngyszem te vagy.
A zsűri mindkét évben csupán 4 versenyzőt juttathatott tovább, hogy Magyarországot képviselje a Virtuózok Visegrádi 4-es plusz nemzetközi színpadán. The value of the show is discovering young talents who can become classical musicians. This show gives tremendous encouragement to the young musicians to be on TV, to be discovered. The show also is a great influence on the TV audience to introduce and popularize classical music in general. Nem csak Budapesten, hanem a többi visegrádi országban is kigyúltak a TV stúdióban a fények, hogy a legtehetségesebb fiatal komoly zenészek a helyi és a magyar zsűri tagok előtt megmutathassák, mit tudnak. A cseh fővárosban is castingra hangolódtak a versenyzők. My name is Martin Schulz. My name is Natalia Hrdová. Hello, I'm Jan Bobrel. My name's Edward Borel. I play violin. Kivételes tehetségek mutatkoztak be hegedűn, klarinéton, zongorán, vagy épp harmonikán. A cseh zsűri 2021-ben ismét nehéz helyzetben volt a legjobb 4 kiválasztásakor. A korábbi évad sikerét mutatja, hogy sokan újra megmérettették magukat. Voltak köztük olyanok is, akiket testvérük kiemelkedő sikere inspirált a jelentkezésben. A fiatalabb Koller testvér például azzal a darabbal érkezett a válogatóra, amelyet bátyja előzőleg a döntőben játszott. I'm so glad that you picked this piece. It suits you really well. Thank you. Frédéric Chopin hazájában, Lengyelországban járunk, 2020-at írunk. Akordeon przeżywa renesans, prawda, popularności. A harmonika mellett az angyalok hangszere is megszólalt Lengyelországban is. Ja myślę, że świat muzyki będzie po prostu należał do ciebie. Dziękuję. Fantastic. So I am very glad to be today in Warsaw. A 2021-es újabb lengyel válogató azonban már online zajlott. A járványhelyzet miatt ugyanis a versenyzők nem mutatkozhattak be személyesen. Így a produkcióikról készült videófelvételek alapján kellett kiválasztani a zsűrinek a 4 továbbjutót. Very professional. She's constant, you know, it's not hectic. Cześć, nazywam się Miłosz Bachonko, mam 11 lat i mieszkam w Polsce w Lublinie. Wow! A Virtuózok Visegrádi 4-es plusz 2020-ban Szlovákiában is kereste a legtehetségesebb fiatalokat. Szép számmal vonultak föl zongoristák, vonósok és fúvósok. A leginkább talán mégis az énekesek nyűgözték le a zsűri tagokat. ...2021-ben újabb tehetségekkel telt meg a pozsonyi stúdió. A meghallgatásból tévéműsor is készült. Nem mám slov. Fakt. Fantastické. Az első nemzetközi évadban a visegrádi 4-ek mellett Szerbia tehetségeit is kutatta a műsor. Az ország legismertebb művészei és zenei producerei ültek össze Belgrádban, hogy kiválasszák azt a 4 tehetséget, akik bekerülnek a budapesti elődöntőbe. Braut, právi szívott. Virtuóz. A jelentkezőket kísérő családtagok sokszor még jobban izgultak, mint a gyerekek. A
Az egész családja izgult Petráért is, a 15 éves zongoristáért, aki a mezőny egyik legkülönlegesebb versenyzője volt. Ja sem Petra Spasojevic, imam 15 godina. U Novi Sad sam se preselila zbog specijalnog obrazovanja jer ne vidim. A belgrádi televíziós casting végén szintén 4 versenyzőt választott ki a zsűri, hogy Szerbiát képviseljék a nemzetközi mezőnyben. 2021-ben a Visegrádi négyek mellett Horvátország kapott meghívást a Virtuózok Visegrádi négyek plusz nemzetközi megmérettetésébe. My name is Ivan Petrovic Poljak and I come from Zagreb. Hello, I'm Kelly Anko and I'm originally from Poreč, Croatia. Dodaj neki ne samo argentinski, nego je južnjački šarm i karakter sam u tome. A horvát tehetségeket is a beküldött videóik alapján választotta ki a hazai szakmai zsűri, és a Virtuózok Visegrádi 4-ek plusz nemzetközi zsűriének horvát tagja. A gitárművész Petar Čulić is online vett részt a döntésekben. Ja imam svoja 4 favorita. Mi imamo neka naša imena, ali isto nismo se skroz još to usuglasili, pa vjerujem da ćemo evo sada to napraviti skupa. Így zajlott hát a gyerekek kiválasztása minden évben. Így dőlt el az országonkénti 4-4 döntős személye, akik a nemzetközi showban képviselték hazájukat. Idézzük föl most a 2020-as évad magyar győztesének, Rozsonics Ildikónak az első válogatón előadott produkcióját. Tartsanak most velünk a Virtuózok Visegrádi 4-ek plusz kulisszái mögé. Hogyan készült az első Magyarországon rendezett show az 5 nyelven beszélő 5 országból érkezett résztvevőkkel? Mindez a pandémia időszakában. Hány ember összehangolt munkájára volt ahhoz szükség, hogy ez a produkció megszülethessen? Több mint másfél év előkészítés, több száz óra nyersanyag és több mint 500 szakember munkája áll a világviszonylatban is egyedülálló műsor mögött, amelynek a felvétele több szempontból is különleges és speciális volt.
Az ember megtanult, hogy kell egy klasszikus zenei tehetségkutató műsort létrehozni, végigvinni. Aztán utána jött a következő kihívás. Nehéz és komplikált feladat 5 országban tehetségeket keresni, tartani a kapcsolatot a zenetanárokkal, a zenei szervezőkkel és a zsűritagokkal. Most már megvan ez a recept is, és el fogunk menni Latin-Amerikába, Ázsiába, és ugyanígy fogjuk megrendezni a tévéműsort, mert sokkal izgalmasabb, hogyha több ország tehetségei versenyeznek. Ebben a nemzetközi formátumban a zsűri a résztvevő országok jeles, komoly zenei szakembereiből áll össze, egy világsztár szuperzsűrivel kiegészülve. Az adott ország győzteséről mindig a saját zsűri tagja dönt a szuperzsűrivel egyetértésben. Magyarországot mindkét évadban a Magyar Állami Operaház szopránja Miklós Erika képviselte, ahogy Lengyelország is egy csodás operaénekest küldött Alicia Vegorzsevska személyében. Szlovákiából a karmester zongorista Péter Valentovics, Csehországból pedig a rangos komoly zenei koncerteket és fesztiválokat szervező producer Gabriella Bohácsova érkezett. Szerbiát a karakteres hegedűművész Nemanja Radulovic, majd Szilvana Grujic, a szerb közszolgálati TV zenei igazgatója képviselte. Horvátország versenyzőit pedig első körben Petar Čurić gitárművész, majd a világhírű csellista Hauser támogatta. Az 5 ország ifjú tehetségei és az országokat képviselő zsűritagok is a saját nyelvükön szólalhatnak meg a Virtuózok Visegrádi 4-ek plusz című műsorban. Nagyon szurkolok neked a karriered kezdetéhez. Köszönöm. A közös nyelv a zenén kívül az angol. Ebben a legnagyobb segítséget a professzionális szinkrontolmácsok nyújtják, akik ezekben a fülkékben hallgatják és fordítják azonnal a megszólalásokat a megfelelő nyelvre. Én, aki ilyen abszolút exhibicionista vagyok, és merem magam kifejezni, hát olyan gyomorgörcsen indultam neki az első évadnak, hogy úristen, mi lesz, hogy ott leblokkolok, mert nagyon nehéz és stresszes volt, de aztán elengedtem az egészet, mert rájöttem, hogy hát, most mi történt? Hát szépen nyugodtan bemegyek, leülök, szerintem ugyanezt érzi a többi zsűritárs, akik fantasztikusak. A díszlet dupla LED fal rendszere és tükröződő felületei varázslatos teret biztosítanak a csodálatos muzsikáknak. A látvány kialakításánál azt a célt próbáljuk keresztülvinni, hogy a mai ember stílusának és formanyelvének megfelelően tudjuk a komoly zenét és ezt az egész műfajt megszerethetővé tenni. A 60 fős zenekarral kísért komoly zenei előadások pedig speciális hangrögzítést igényelnek. A koronavírus járvány miatt a versenyzőket a stúdióba csak a közvetlen hozzátartozóik kísérhették el. A színpadon kívül mindenkinek maszkot kellett viselnie. A stábtagokat folyamatosan tesztelték, mérték a hőmérsékletüket, és egy speciális fertőtlenítő kapu is rendelkezésre állt. A főszereplők védelme érdekében ők csak egy kijelölt, elzárt útvonalon közlekedhettek, és csak a legszűkebb stábtagok érintkezhettek velük. A gondos elővigyázatosság ellenére a második elődöntő forgatása közben drámai fordulatot vettek az események. A szerb zsűri tag Nemanja Radulovic náthás tüneteket kezdett produkálni. Jól érzed magad? Igen, remélem semmi komoly. Ezért a produkció járványbiztonsági szakemberei azonnal vizsgálatoknak vetették alá őt. Azt hittem, hogy... Na itt most vége, és akkor nem is tudom, hogy mi lesz talán a műsorral, a forgatást. Több nappal el kellett csúsztatnunk, hiszen mindenkit újra kellett tesztelni, meg kellett várni az eredményeket, és ez nagyon nagy kihívás volt a teljes stáb részére. Köszöntsük most az új szerb zsűritagot, aki vállalta, hogy helyettesíti Nemanja Radulovicsot, aki sajnos az előző forduló folyamán belázasodott. Szóval köszöntünk a műsorban, Szilvia. A Virtuózok Visegrádi 4-ek plusz forgatása igazi kaland a gyerekek számára. Kamerapróba, meg a ruhapróba, meg még a zenekarral is ma fogok próbálni.
Bár jut idő a pihenésre is, ahhoz, hogy a színpadon tökéletes formában álljanak a zsűri és a kamera elé, nagyon sok feladatot kell teljesíteniük. Egyéni és zenekari próbák a legjobb hangzásért. Hollerung Gábor karmester és a budafoki Doknányi zenekar közreműködésével. És színpadi próbák a tökéletes látványért. Mi kollégák is nagyon sok hasznos információt, tudást tudunk átadni egymásnak. Nagyon jó ez arra is, hogy képbe kerültünk más országok kulturális helyzetével. A versenyzők és a zsűri tagok megjelenéséről külön stylist csapat gondoskodik. Vannak a ruhácskák, amiket hoztunk nektek, és ezek közül fogunk majd választani. Úgy érzem magam, mint egy hercegnő. Nagyon sok ember volt ott. Azt hiszem, két kezemen sem tudnám őket megszámolni. Voltak olyanok, akik állandóan futkároztak velünk ide-oda, hogy mindig tudják, hol vagyunk. Ügyes legyél, hajrá! A fellépés előtt egy utolsó ölelés a szülőktől, a zsilipkapun keresztül pedig már csak a versenyző léphet a stúdióba. I am not surprised at all that for the past several seasons talents from five countries compete and the show is being broadcast in all those countries, which proves that there is an interest and the show is popular with all age groups. Classical music is a universal language, can be enjoyed by anyone, no matter what language they speak or what part of the world they live in. Our plans will include to expand and have the show produced in new countries, not only in Europe, but Asia, South America and beyond. A Virtuózok Visegrádi 4-ek plusz csodálatos főcímzenéjét adó darabot, melyet Placido Domingo Junior szerzett, élőben is eljátszotta a 2020-as évad döntőjében a budafoki Doknányi zenekar, Maestro Placido Domingo vezényletével.
Ez a műsor nem csak a sok csodálatos gyermek miatt különleges, hanem azért is, mert olyan fantasztikus világsztárok álltak a virtuózok missziója mellé, mint Maestro Placido Domingo, Lang Lang Maxim Vengerov, vagy éppen a televíziózás német legendája Thomas Gottschalk. A virtuózok elhivatott támogatója a világhírű operaénekes Maestro Placido Domingo szuperzsűriként vesz részt a nemzetközi epizódokban. A Maestro elkötelezett támogatója a fiatal tehetséges zenészeknek és énekeseknek. Több tehetséggondozó program is fűződik a nevéhez. Their minds are unbelievable and the talent too, you know. I mean, so when you see with such a short life, such a short age, they have those qualities, musicals. I'm even intellectual. 2015-ben az opera bál után emlékszem, hogy órákig álltam a Zeneakadémia előtt, és vártam, hogy az operaházból átjöjjön a mester, és megnézze a fiatal tehetségeinket, és ott szeretett bele a projektbe. Indeed, I'm very, very involved in several aspects with the Virtuoso Show, and with my over 60 years of experience in classical music, as a singer, conductor, and administrator, I can advise in many areas how to improve the competition. I take all my roles with the virtuosos very, very seriously. And every year, I am looking forward to participate as a judge during the taping of the competition in Budapest. You are a great pianist already. Being 12 years old. And congratulations for your success, you know. After I want to play with you some Dvorak forehands, the Slavonic dances, okay? Mi megtáncolhatnánk hozzá. A legszebb pillanatok, amikor a gyerekek találkozhatnak a nagy művészekkel. Itt emberi kapcsolatokat létesíthetnek, komoly barátságok szövődnek, és utána együtt koncerteznek, ami szerintem egy művésznek a legfontosabb az életében, a karrierjéhez. Gabriel Prokofjev, orosz-brit zeneszerző, producer és DJ. Zsűritagként az első nemzetközi évadban csatlakozott a virtuózokhoz. Természetesen a Prokofjev névről mindenkinek azonnal a nagyapád, Sergej Prokofjev ugrik be. Biztosan sokszor meg kellett hallgatnod a... Péter és a farkast. Nem többször, mint egy átlag gyereknek. Ez a mű ismertette meg velem a szimfonikus zenekar különböző hangszereit. Imádom a zenéjét. Nagy hatással van rám. Azt elhiszem. Te viszont kevered a komoly és a könnyű zenét. Ha jól tudom, a lemezjátszók mögött. Fogjuk, hogy a komoly zenét fiatalossá és izgalmassá kell tenni. A mindennapi élet részévé. Nem zárhatjuk múzeumba. Az, hogy itt lehetek egy ilyen színvonalú és ilyen híres versenyen, mint a virtuózok, az számomra nagyon izgalmas. Örülnék neki, ha szerezhetnék zenét kimondottan neked. Tényleg nagyon tetszik, ahogy játszol. A világ legkeresettebb és egyik legkiválóbb hegedűművésze Maxim Vengerov is elfogadta a virtuózok meghívását. A kétszeres gramofon, Edison és Grammy-díjas művész 4,5 évesen kezdett el hegedülni, és 5 évesen már koncertet adott. Rendszeres és ünnepelt vendége a világ leghíresebb koncerttermeinek, a Carnegie Halltól a Royal Albert Hallig. Elhivatott támogatója a gyerekeknek és a tehetséges fiataloknak. Nem csak mint tanár vagy zenei versenyek zsűritagja, de ő volt az első klasszikus zenész, akit az UNICEF jószolgálati nagykövetnek választott. Biztosan sok gyermek gondolja majd, aki nézi a műsort, hogy nagyon tetszik neki a hárfás, a zongorista vagy a hegedűs, és majd szeretnének egy ilyen hangszert. Én legalábbis a helyükben erre gondolnék. Egyik küldetésünk, hogy a fiataloknak megüzenjük, a komoly zenevilága nem egy idegen, unalmas világ, hanem egy szórakoztató és érzelemgazdag világ. It's cool. Menő. Menő, igen. Nagyon is, igen. A zene reménnyel tölti el az embert.
és igen élvezetes. A stúdióban bárki legyen is az, hogy Maestro Placido Domingoval vagy Maxime Vengaróval találkozhat, az óriási dolog, tehát tényleg ikonikus alakjai a szakmáiknak. Ha egyé válsz a hangszerrel, akkor az a részeddé válik, és ehhez is tehetség kell. Ezt nem lehet megtanulni. Bravo. Bravo. A modern idők egyik legnagyobb hatású zongoristája Lang Lang is fellépett a virtuózokban. A világsztár művész az összes kontinens legnagyobb koncerttermének rendszeres fellépője. Nagyon fontos, hogy a gyerekek tanuljanak zenét, hiszen segít, hogy fegyelmezettebbek, kreatívabbak, ötletesebbek legyenek, és jobban tudjanak kommunikálni az emberekkel. Örömmel köszöntök mindenkit, különösen önöket, a nézőinket az öt visegrádi országban. Und hier ist Ihr Gastgeber, Thomas Gottschalk. A lengyel showműsorok királynője Ida Novakovska mellett a műsor másik házigazdája is egy igazi világsztár, egy tévés legenda, a német televíziózás ikonikus alakja, Thomas Gottschalk. Úgy nézel ki, mint egy fiú zenekar tagja. Ő a világ legismertebb német showmenje, aki egyedi stílusával, pimasz és vagány kérdéseivel, különc öltözködésével forradalmasította a szórakoztató műsorokat. Thomas Gottschalk most először vállalt szerepet egy ilyen nemzetközi tehetségkutató showban. Egy olyan korban, amikor a fiatalok egész nap a mobiljukat nyomkodják, igazán különleges dolog, ha egy gyerek napi 5 órát tölt zongora gyakorlással. Ők igazán megérdemlik a tapsot, és megérdemlik, hogy meghallgassák őket. Ezért jött létre ez a verseny, és ezt szerettem ebben a műsorban. A világhírű horvát csellista Hauser, mi korábban fellépőként, 2021-ben már zsűritagként vett részt a komoly zenei showban. Manapság magasan van a mérce. A zenészek kiválóan játsszák a legtechnikásabb darabokat is. De én igazán azt várom, hogy amit hallunk, az megérintse a szívünket. Ha belegondolsz, Mozart a maga korának a legnagyobb rockstárja volt. Mindene megvolt, ami egy rockstárnak lenni szokott. Mozart mosolyog az égből. Hauser a zsűrizés mellett egy legendás filmzenét is a színpadra varázsolt a budafoki Doknányi zenekarral, a világhírű Eugene Cohn vezényletével. Thank you.
Bravissimo, maestro! Szép volt! A világsztárok mellett ennek a műsornak az igazi csodája mégiscsak az, hogy fantasztikus ifjú művészeket ismerhettünk meg a visegrádi négyek országaiból, valamint Szerbiából, majd Horvátországból is. Az elmúlt két évadban 6 ország 40 ifjú tehetsége mutatkozott be a virtuózok színpadán. A legkülönbözőbb hangszerek ifjú virtuózai emlékezetes pillanatokat szereztek a zsűri tagoknak és a tévénézőknek is szerte a nagyvilágban. Rozonics Ildikó vagyok, 14 éves, és zongorázom. Teo Gertler a nevem. 12 éves vagyok, Pozsonyban, Szlovákiában élek. A nevem Zarina Zaradnak, 9 éves vagyok. Krisztina Bászics a nevem, 8 éves vagyok. A nevem Lene Zorján, 11 éves vagyok. Hegedűn játszom, és Újvidékről, Szerbiából jövök. There were many, many exciting moments in past seasons, but it's incredible to witness some of the tiny young musicians perform at a level that is simply unbelievable. Teo, egészen elvarázsoltál. Öröm volt nézni téged. Rendkívüli kisugárzásod van a színpadon. Ez szuper volt. Volt benned valami, ami belülről hajtott végig. Csak mentél előre és előre megállíthatatlanul. Úgyhogy csodás volt, és minden elismerésem. Ami nagyon új számomra, hogy sokkal komplexebb tehetséggel rendelkeznek a mostani indulók, vagy a gyerekek. Pont a Rozsonics Ildikóra gondolok, aki teljesen lenyűgözött, nem csak a zongora játékával, hanem nagyszerű zeneszerző, animátor, szóval hogy egy csomó mindent tudnak már ezek a gyerekek. Tehát nem csak a hangszer tehetség az, ami bennük van, hanem mindenhez való tehetség, és használják is. Nos, teljesen meg vagyok döbbenve. Az az érzékenység, összeszedettség és zeneiség, ami Ildikóban megvan, egészen csodálatos. A zenében volt egyfajta folytonosság, és persze meg kell említeni az irigylésre méltó technikai adottságaidat is. Egy szóval lenyűgöztél. Szinte azt gondolja az ember, hogy éjjel zenével álmodsz. Nagyon érzed a zenét. Biztos vagyok benne, hogy miattad sok gyerek szeretne majd elkezdeni játszani valamilyen hangszeren. Eduard Kollert vagyok, 17 éves, Prágából jöttem és hegedűn játszom. Gyönyörű volt. Egészen nagyszerű. A tökéletesség nem minden, és ezt te is tudod. Benned megvan a szenvedély, a zene szeretet. Tehát minden hozzávaló, pont mint a főzésnél. Richard Kollert vagyok, 13 éves, Csehországból, Prágából jöttem, és hegedűn játszom. Richard, nagyon örülök, hogy találkozhatok veled. Szinte úgy érzem, hogy már ismerősök vagyunk, mégpedig a bátyád miatt. Köszönöm szépen, hogy itt vagy. Eduard ellátott valamilyen tanáccsal? Hát, azt mondta, hogy mosolyogjak. Hogy mosolyogj? Az egy jó tanács mindig beválik. Miért neveztél be a versenyre? Mert Placido Domingo előtt akartam játszani. God, at your age to start playing that way, so you are really a virtuoso. Köszönöm.
szakra, amire vagyok. 4 évesen kezdtem el hegedülni, úgyhogy most már több mint 10 éve hegedülök. Nagyon pontosan játszol, és van valami titokzatos a személyedben. Egyszerűen nem tudok betelni vele. Braun Áron vagyok, 13 éves, Magyarországon Gödöllőn lakom, és marimbán és egyéb ütőhangszerekkel játszom. Visszatekintve a 2 évadra, hogy melyik gyerek volt, aki úgy jobban megmaradt bennem, mindig gondolkodom rajtuk, meg eszembe jutnak így folyamatosan pillanatok. Braun Áron mindenféleképpen a legfrissebb, ugye, legutóbbi kis győztesünk. Érzem benned a lüktető ritmust, amelyben megmutatkozik az érett, összetett személyiség. És azt kell mondanom, hogy nem csak a játékod, hanem az ütőid logisztikája is lenyűgözött. A nevem Daniel Matejcse, 16 éves vagyok, hegedűn játszom, és Csehországból, Liberecből érkeztem. Köszönöm. Daniel, egyszerűen hihetetlen vagy. Egyszerűen nincsenek rád szavaim. Daniel, zseniális voltál. Igazán vad volt a játékod. És kell is ez a vadság ennek a zenének, mert ez egy nagyszerű darab arra, hogy bebizonyítsd, hogy nincsenek korlátaid. Szerintem 2-szer ilyen gyorsan is el tudnád játszani. Hihetetlen volt. Mintha a fiatal Jimi Hendrix hegedült volna. Igen. Marko Antolkovics vagyok. Horvátországból érkeztem, és operaénekléssel foglalkozom. A felesége is elkísérte, akivel mostanában gyakran járnak bababoltba, hiszen első gyermeküket várják. Azt hiszem, lesz itt még egy. Jaj, de aranyos! Ő a legifjabb rajongód. Azt akartam, hogy hallja a varázslatos hangodat. Hogy hívják? Maximilian. Megfoghatom. Szeretnéd? Igen, nagyon. Tud bánni a gyerekekkel. Mészáros Jázon vagyok, 17 éves, és Budapesten lakom. És úgy nézel ki, mint egy klarinétos, vagy mint Karl Maria von Weber, hanem olyan vagy, mint egy ibizai DJ. Menő vagy. Ez tetszik? A nevem Ryan Bradshaw, és 14 éves vagyok. 6 éves koromtól játszom zongorán, és jelenleg a Bécsi Zenei Egyetemen tanulok. Thank you.
Az elképzeléseim szerint ilyen egy igazi virtuóz. Tényleg. Köszönöm szépen. Nos, nekem nincs hozzáfűzni valóm, mert Ryannek köszönhetően ma valami újat tanultam a zenéről. Hűha. Szerintem nagyszerű volt. Most pedig lássuk, hogy melyik versenyző nyeri a szuperdöntőt. Rozsanics Ildikó. A döntőkben mindkét évadban öt ifjú tehetség, vagyis országonként egy versenyző nyerte el az üvegdíjat, és az azzal járó nyereményösszeget a zenei tanulmányaik támogatására. Ezen kívül külön díjasokat is hirdettünk, akik szintén pénzbeli támogatást kaptak zenei tanulmányaikhoz, valamint fellépési lehetőségeket. Well, my wish is that classical music will last forever, and the young people have the opportunity to be exposed to it at an early age, either in school, at home, on the internet or television. The Virtuoso Show's purpose is to popularize this art form, which is being neglected by this generation as the influence of other type of music like rap and pop music is just. A 2021-es évad egyik legemlékezetesebb produkciója, amely a zsűrit és a nézőket egyaránt lenyűgözte, a cseh győztes Daniel Matejcsa Prokofjev darabja volt. Mm-hmm.
Virtuózok, Visegrádi négyek plusz a szó legjobb értelmében egy igazi érzelmi hullámvasút. Hol egy személyes történet, hol egy művész ilyen előadott darab, máskor pedig a nevetés csalt könnyeket a szemekbe. Mutatok pár tánclépést. Tomás, te is csináld. Nem, köszönöm. Kinőttem már. De igen, Tomás, te is. Gyere csak. 1, 2, 3, 4! A táncos múlttal rendelkező Ida Novakovska gyakran hozta váratlan vidám helyzetekbe a versenyzőket. Még egyszer! Ügyesek vagytok, szép volt! Pacsi mindenkinek! Készíthetek egy selfit veled? Persze. You don't need me, right? Én nem is kellenék a képbe, ugye? Megpróbálok úgy kinézni, mint Justin Bieber. No, that's good enough. Ez jó lesz. Okay. Másik kéz. Még egyszer. Fel. Yes. És ez az. Úgy hallottam, hogy fantasztikus táncosok vagytok, és még együtt is táncoltok. Igaz ez? Igaz. Tudnál mutatni néhány mozdulatot? Kérlek, bármit. Please, anything. Okay, and. Boom, 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 boom. Kereszt. Együtt. És csúszás. Csatlakozhatok a tánccsapatodhoz. És van valamilyen kedvenc mozdulatod? Lehet balettos, nem balettos, amit csak akarsz. Aszta, ez igen. Bravo! Na akkor én is lemenjek Spárgába? Adj egy pacsit. Mutass nekünk egy kis jazzt a zongorán. Ne is törődjünk a zsűrivel most. A gyerekek versenyprogramon kívüli produkciói is hol megrékadták, hol jó kedvre derítették a zsűrit és a műsorvezetőket. Egész este tudnám hallgatni. A darab, amit játszani fogok, Chick Corea elnökének szól. Ez a Spain című száma. Spain. Hogy hívják a kutyádat? Megfoghatom? Fityá. Szereti a szaxofont ő is? Igen. Aha. Játszol egy kicsit, hogy táncolhassak a kutyával? Nem tudok játszani semmit sem, amire táncolhatnál. A cukiság faktor mellett azért van egy nagy adag tehetség is Krisztina Vasicsban. Egyszerűen olyan hihetetlen bugi van a kislányban, és hát mindig aranyos volt a kis távolságtartásával, ahogy minket rendre utasított, és jött a kis kutyuskájával. Megtaláltam a kutyus hiányzó fülét. Oh my God. Te jó ég! Egyébként két füle hiányzik, de most egy is elég. Mit gondolsz erről? Ez már majdnem egy mosoly, igaz? Lehet, hogy azért nem vesz komolyan, mert csak egy tévés vagyok. De Németországban híres karmesterként is ismernek. Nem hiszel nekem? Csak a végét mutatom meg. Úgy tűnik, a virtuózok Tomás kedvét is meghozta a zenéléshez. Olyan könnyednek tűnt a zene, azt hinné az ember, hogy bárki, aki hárfához nyúl, ugyanolyan hangokat csal elő belőle. Megmutatom, hogy szól, ha én csinálom. Ne nézzetek ide. Varázslatos. Tehetséges vagyok. Gocsákkal együtt lenni egy stúdióban óriási, mert olyan nyelvet beszél, ami ezt sok ember számára idegen műfajt közelebb hozza nemzetközileg is.
Bár csak én is úgy tudnék zongorázni, mint te. De tudod mit? Majd én játszom a könnyű szólamot, te a nehezebbet. Azt hiszem, én már biztosan ott leszek a következő fordulóban. A legnagyobb érzelmeket azért természetesen a színpadi versenyprodukciók váltották ki a zsűriből. Nagyon sok olyan megnyilvánulás volt, produkció, ami egyszerűen olyan mélyre hatoló volt, zsigerekig hatoló, amit soha nem felejtünk el. Mi történt? Ő egy kis faluból származik. Igen? És olyan megható, hogy saját hangszerről álmodik. Talán ez a legmeghatóbb az egészben. Ez a fiú olyan kicsinek, olyan fiatalnak tűnik, de már is tele van boldogsággal. Csomó ilyen beégett pillanat van a szívemben, a fejemben, a szememben, ha becsukom. Ilyen például Abu Zahra Amira. Hát jó megrikadtál, Amira, de tényleg, mert az, amit itt ma produkáltál, abban az egyszerűen azt föl kéne írni receptre. Persze, az is előfordult, hogy nem a zsűri tagoknál, hanem a gyerekeknél tört el a mécses. Elfáradt, fogadjunk. Olyan ügyes volt, persze. Nézd meg egyszer, tudod, mit csinálunk? Ha segít neked is, fújt ki, jobban fújt is ki magadat, és... Mi történt veled? Viccesen mondogatjuk az Erja anyut, de tényleg úgy érzem, mintha a gyerekek itteni színpadi anyukája lennék, ami nagyon fontos nekem, mint anyának. Én azt hallottam, valami nagyon nagy dolog történt a családban. Megszületett a kis tesó. Hát gratulálunk, Isten éltesse sokáig. Akkor örömedben sírsz, ennek nagyon örülök. Jó, jó Istenem. Nekem tetszik a hangszered, de te saját hegedűt szeretnél, és ha megnyered a versenyt, azt mondtad, hogy veszel egy újat, igaz? Igen. Pali bácsi, nézd ezt a hegedűt, Neval ott van benne. Virtuózok, Zója, Sziguda, Polant. Ez a tiéd. A virtuózok tehetségkutatás és tehetséggondozás nem ér véget azzal, hogy a győztesek átveszik díjaikat. Évről évre egyre több gyermek kap lehetőséget arra, hogy nem csak itthon, hanem a világ számos más pontján neves művészekkel álljon színpadra. Az angyalok hangszere és aki játszik rajta, a virtuózok egyik legfiatalabb, többször is indult versenyzője, Harmad Kornélia. A Vigadóban tartott 2021-es gálakoncerten a még csak 8 éves kislány a virtuózok kamaraegyüttes szólistájaként lépett színpadra. A virtuózok egykori versenyzőiből alakult virtuózok kamaraegyüttes koncertsorozatában minden koncertre más-más vendégszólista kapott meghívást, kifejezetten a legifjabb versenyzők közül, például a virtuózok első évadában föltűnt szerb szaxofonos kislány Krisztina Vasic, vagy a magyar csellista Schmalzl Ella. Különleges és minden bizonnyal meghatározó pillanat volt a fiatal szaxofonos Krisztina Vasic életében, amikor színpadra léphetett a világ legismertebb operaénekesével, Plácido Domingóval. A virtuózok Visegrádi 4-ek plusz egyik külön díja ugyanis minden évben az, hogy a maestro által kiválasztott gyerekek fölléphetnek egyik koncertjén. Well, this is one way I want to give them the opportunity to share the stage with me and give them a bigger platform besides the TV show. It also gives them the chance to experience the feeling of playing their instrument from a huge live audience.
2020-ban ezt a lehetőséget Krisztina kapta meg, 2021-ben pedig a cseh hegedűs Richard Kollert. Mindketten a saját országukban, hazai közönség előtt mutatkozhattak be a Maestro koncertjén, ez pedig nagy mértékben hozzájárult az ismertségükhöz. Óriási dolog felfedezni a tehetségeket, de azt gondolom, hogy ennek felelőssége van, és a felelősség abban rejlik, hogy ne engedjük el a kezüket. Én például személy szerint rendszeresen koncertezem ezekkel a gyerekekkel. Nagyon nagy élmény. Hogy a zene közös nyelvünk, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy 7 ország 9 ifjú virtuóz művésze kovácsolódott össze egy koncert erejéig, hogy az Európa Tanács felső vezetése, valamint diplomaták és európai parlamenti képviselők előtt mutassák meg tehetségüket Strasbourgban. Egy-egy ilyen fellépés hasznos tapasztalatokkal, új élményekkel gazdagítja a gyerekeket, és csapattá is formálja őket. A gyerekek koncertje végén az Európa Tanács vezető tisztségviselői állva tapsoltak. Petra Spasojevic, szerb zongorista különleges koncert lehetőséget kapott a virtuózoktól, amikor a fantasztikus akusztikájú pécsi Kodály Központban egy Bogányi zongorán játszhatott. Bogányi Gergellyel és a Virtuózok Kamara Együttessel közös koncerten. A 2021-es év egyik legfontosabb fellépése a Virtuózok nemzetközi csapata számára a Dubai Expón adott koncert volt. A gyerekek közös darabokat is játszottak, ismét bizonyítva, hogy a műsorban szereplő szólisták igazi csapatjátékosok is. A fiatal tehetségek mellett a 2021-es év egyik mentortanára az East Colorateur szoprán Elina Nachayeva és Bogányi Gergely zongoraművész is fellépett a dubai koncerten. Braun Áron, a Veszprémi Hangvilla multifunkcionális közösségi tér színpadán. A 14 éves marimba virtuóz, aki több hangszeren is kiválóan játszik, 2021-ben a Virtuózok Visegrádi Négyek plusz magyar győztese lett. Ez a koncert azért is volt különleges, mert a 7 fellépő mindegyike egykori nyertes vagy különdíjas volt. Ezek virtuóz játéka a húrokon és boldog mosoly Zarina Zaradna arcán. Bár a lengyel kislánynak nem sikerült nyernie, ezüstérmesként sem neki, sem a többieknek nem volt oka az elkeseredésre. Nyereményként ugyanis a különleges porcelán hegedű mellett azt kapták, hogy együtt játszhattak a Komoly Zene hazai szentélyében, a Zeneakadémián, a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarával. Az ezüstérmesek 2021-es koncertje a járványhelyzet miatt elmaradt, de 2022. februárjában mindkét évad valamennyi második helyezettje, azaz mind a 10 szerencsés virtuóz színpadra léphetett. Ezek a koncertek lehetőséget biztosítanak a fiatal tehetségek számára, hogy rutint szerezzenek a komoly zenei színpadokon szólistaként, vagy akár egy együttes tagjaként. A fellépéseken vagy versenyeken elért eredmények nem csak a gyerekek sikerei. Ahhoz, hogy ezek a fiatalok megmutathassák országvilág előtt különleges zenei tudásukat, a családjuk támogatásán kívül elengedhetetlen zenetanáraik munkája és kitartása is. A virtuózok éppen ezért őket is külön díjazza. A Kis Virtuózok Alapítvány 2015-ben hozta létre a legjobb zenetanár díjat. Az 1 millió forintos pénzjutalommal járó díj azon zenetanárok előtt tiszteleg, akik rendkívüli szakmai tudásukkal segítik a zeneoktatást és gondozzák a virtuózok tehetségeit. A 2020-as legjobb zenetanár díját Sóti Szobonya Emőke kiváló zongoratanár kapja,
akinek egyik rendkívüli tanítványa a 2018-as Virtuózok kicsik korcsoportjának győztese Balázs Piri Soma. A 38 éve zongoratanárként dolgozó zenepedagógusnak Plácido Domingo Junior énekes dalszerző a Virtuózok főcímzenéjének alkotója adta át a díjat. Congratulations on this magnificent award that you have received. A 2021-es év díjazottja szinte már minden zenei kitüntetést magáénak tudhat. Perényi Eszter, Liszt Ferenc és Bartók Pásztori díjas érdemes művész. Növendékei között tudhatjuk a Virtuózok egyik nagy felfedezettjét, Theo Gertlert. You have both been instrumental in creating and helping two magnificent talents. And it is my privilege to give you this award, and you truly, truly deserve it. Ahogyan azt már korábban említettem, a tehetségkutatás, a misszió és a show idén is folytatódik. Erika, üdv a fedélzeten! Szia Ádám, bizony, zsűritársaimmal, akik között ma két új tagot is üdvözölhetünk, készen állunk arra, hogy meghallgassuk és kiválasszuk azt a négy fiatal versenyzőt, aki Magyarországot képviseli a Virtuózok Visegrádi 4-ek plusz nemzetközi mezőnyében. Az idei Virtuózok Visegrádi 4-ek plusz magyar válogatójának zsűri tagjai. Keller András hegedűművész, a zsűri elnöke. Én nagyon kíváncsi vagyok a fiataloknak a személyiségére. Hogyan tudunk valamit előadni mások számára, közvetíteni? Miklós Erika, operaénekes. Az idei Virtuózoktól azt várom, hogy minél több tehetséges fiatal jöjjön és kápráztasson el minket, és hogy nehéz dolgunk legyen a döntésnél. Balázs János, zongoraművész. Én nagyon várom ezt az évadot is, mert biztos vagyok benne, hogy meghatározó élménye lesz mindenkinek, aki nézi majd a műsort. Batta András zenetörténész. A tehetségeket keresem, de nem csak a tehetségeket, hanem a zenének a szeretetét, az üzeneteket. Bogányi Gergely, zongoraművész. Egy picit nehéz a helyzet, az almát a körtével igyekszünk összehasonlítani, egy szakszofonost, egy hegedűssel, egy csellistát, egy zongoristával, de ez egyébként a szépsége is. K.L. Norbert, zongoraművész. Hogyha hallok egy muzsikust, leginkább a muzikalitása, a saját egyénisége az, ami nekem a legfontosabb. Hogyan tud valami teljesen magával ragadót produkálni. Idén is szép számmal érkeztek ifjú tehetségek a komoly zenei válogatóra, hogy bebizonyítsák, a legjobbak között van a helyük. Sok versenyzőt kísértek el szülei, barátai és tanárai, hogy segítsenek a felkészülés utolsó pillanataiban és szorítsanak értük. Jó lesz. Ismét alapos előkészítés előzte meg a magyar válogatót. A személyes meghallgatásra ugyanis csak azok a gyerekek kaptak meghívást, akiket a Virtuózok által felkért szakmai előzsűri is alkalmasnak talált. Az idei előválogató Magyar Margita Tóth Aladár zeneiskola igazgatója, Ácsné Szilijéva vonós tanár, Eckhardt Gábor zongoratanár, Kohán István fafúvós tanár és Kuna Lajos részfúvós tanár értékelte a gyerekeket a beküldött videók alapján. Élet van ebbe a lányba, ez nagyon tetszett. Igen, intonáció nagyon jó. Nekem nagyon tetszik a hangszíne, ahogy játszik. Igen. Szia, de jól látni téged. Ahogyan minden évben, most is stylistok, sminkesek és fodrászok segítik a gyerekeket abban, hogy a lehető legjobb formában léphessenek a zsűri elé. Neked melyik tetszik jobban? Kicsit áthúzom. Jó. Én azt mondanám, hogy a világosabb kék. Gyönyörű. A színpadra lépés előtt azonban a legfontosabb a gyakorlás, hogy az utolsó hangok is a helyükre kerüljenek. Napot, de jó látni benneteket! Sziasztok! Mennyi tehetség vár ránk, azt a rendelekciókat? Na, lássuk, ki lesz az első.
Jó napot kívánok! Szia, Zsuzsi! Jó napot kívánok! Üdvözlünk először a Virtuózok színpadán. Milyen érzés? Nagyon pozitív. Nekem ez nagyon nagy álom volt, hogy most itt állhatok ezen a színpadon. Vigyázok rá szívesen, ideadod? Igen. Köszönöm. Ide leültetem, és akkor így lát téged, jó? Mit fogsz játszani? Zajber Mátyás, Stanzvitet. Várakozva hallgatjuk az előadásodat. Meghallgatom, mit mond Teddy. Jó. Én azért azt hallom, hogy te nagyon tudod ezt a hangszert. Tulajdonképpen lehet, hogy te az élet császára leszel. Te készművész vagy. Ez valami gyönyörű volt. Ezeket a táncokat ezen a hangszeren megszólaltatni elképesztően nehéz lehet. A lelked különösen megragadott. Az új tehetségek mellett régi, kedves ismerősök is érkeznek a Virtuózok színpadára. Szia, Boti! Jó napot! Szia. Örülök, hogy megint látlak titeket. Kíváncsiak vagyunk, hogy játszol most. Mi vonzott ide hozzánk? Nagyon szeretek előttetek játszani. Tiéd a terep, a pálya. Kíváncsian várjuk, hogy mi történt azóta. Fantasztikus. Nagyon való neked ez a hangszer. Nagyon örülök, hogy itt vagy. Hát már az első hangoddal megnyertél. Nagyon szépen meg tudtad mutatni azt a skálát, amit te be tudsz járni ezen a hangszeren. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Bravo. Az idei magyar előválogatóba mindössze 50-en juthatnak be. Közülük választja ki a zsűri azt a 4 zenészt, aki Magyarországot képviseli majd a nemzetközi mezőnyben. A két válogató után a két elődöntőben és a döntőben már világsztár zsűri tagok előtt lépnek színpadra a továbbjutók. Hogy kiderüljön, ki a legvirtuózabb ifjú zenész Magyarországon, Szlovákiában, Csehországban, Lengyelországban és az idén meghívott vendégként résztvevő Szlovéniában. Hamarosan indul az első válogató. Húsz év múlva, amikor oxfordi professzor leszel, akkor azt fogjuk mondani, hogy hívjál már meg minket is játszani egy kicsit. A casting folytatódik, de hogy kik képviselik Magyarországot a nemzetközi versenyben, azt még nem árulhatjuk el. Várjuk Önöket a következő évad epizódjaiban is, ahol a Visegrádi négyek országai és a meghívott Szlovénia tehetségei bizonyítják, hogy közös nyelven zenélünk, hogy ők jelentik a komoly zene jövőjét, és ők képviselik a közös értékrendet.